Összepréselte a fekete kombit a dízelvonat, nem is meglepő, miután több mint 100 méteren keresztül tolta maga előtt. Az autó a tiltó piros jelzés ellenére hajtott rá a sínekre a vasúti átjáróban, a mozdonyvezetőnek pedig már esélye sem volt arra, hogy megállítsa a vonatot. A balesetben ketten sérültek meg, a sofőrt mentőautó szállított a kórházba, a járműben utazó 8 éves kislány ellátásához azonban mentőhelikopterre volt szükség. Személygépkocsi és dízelvonat ütközött össze vasárnap Nyírbátorban a Gyulai úti vasúti átjáróban. A vonat 100 méteren keresztül tolta maga előtt a gépjárművet. A gépkocsiban ketten utaztak. Az ütközés következtében a jármű utasa beszorult. Őt a nyírbátori hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A vonaton utazóknak a nyírbátori hivatásos tűzoltók segítettek a leszállásban. A műszaki mentés idejére a vasúti forgalom az érintett szakaszon állt. A MÁV éppen vasárnap közölt friss számokat az idei balesetekről, az adatok lesújtóak. 2024-ben a társaság vonalain eddig 47 baleset történt vasúti átjáróban, 14-jel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. A balesetek során 10 ember vesztette életét, 10-szer annyi, mint tavaly ilyenkor. Heten súlyos, 18-an könnyű sérüléseket szenvedtek. A balesetek közel 60%-a biztosított, azaz fénysorompóval, illetve félsorompóval kiegészített fénysorompóval védett vasúti átjáróban történt. Az útátjárós események következtében a vasúttársaság 2021-ben 1 milliárd forintot meghaladó, 2022-ben megközelítőleg 500 millió forintos, 2023-ban pedig hozzávetőlegesen 150 millió forintos kárral volt kénytelen számolni, míg a kárérték idén is meghaladja a 131 millió forintot. A legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás, a még áttérek gondolkodásmód, az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozza. Emelkedett a gázolások száma is, amelyek tiltott helyen tartózkodás miatt következtek be. Idén 32 ilyen baleset történt, amelyek során 20 ember életét vesztette, 6-an súlyos, 6-an pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. Nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is, idén eddig 73 személy döntött úgy, hogy a síneken vett véget az életének. A tavalyi év azonos időszakában 52 öngyilkosság vagy annak kísérlete történt. A balesetek számának visszaszorítása érdekében a MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy körültekintőek legyenek, hiszen járművel vagy gyalogosan is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása.